Már folyik az országban az őszi búza betakarítása. Hagyományosan június 29-én Péter és Pál napján kezdődött aratáson, először az Árpát és az őszi búzát takarítják be. Azonban a tavalyi őszi száraz időszak és az idei tavaszi esőzések a termőföldeken is megmutatták a következményeiket, mondja egy betakarítást végző gazda. Itt szép zöld, itt szépen nyílt. Az ősszel kevés volt a csapadék, és akkor tavasszal, májusban, meg júniusban viszont meg sok volt a csapadék is. Úgy, amit elvett ősszel, azt meg visszat a tavasszal az időjárás, tehát hogy nem igen látszik olyan nagy átlag, termés átlag különbség. Bár itt cikon nem változott a betakarított búza mennyisége, az idén akár országszerte 20%-kal is csökkenthet az őszi búza, így az előzetesen becsült 5 millió tonna helyett csak 4 millió tonnát takarítanak be a gazdák. Ők azt mondják, az idei esőzésnek köszönhetően előbb bújtak a búzatáblában a gyomnövénynek, így a betakarítási folyamat sokkal nehezebb, mint általában. Az az igazság, hogy erre a sok esőre kigyomosodtak a búzák, tehát a fenyércélok az tiszta zöld búzák vannak, valahol deszikálni is kell, hogy le lehessen aratni, mivel hogy zöld, akkor hát a kombány meg kiszórja, hogy tapad a mag, rátapad a zöld növényre, és az meg akkor kiszórja, tehát sokkal lassabban lehet menni, nehezebben lehet betakarítani jó minőségbe az idei gabonákat, pont ezért, mert kigyomosodtak a gabonaföldek legtöbb helyen. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint Tolna megyében több mint 63 ezer hektáron indult betakarítás, az őszi árpát több mint 11 ezer hektáron, míg a búzát 50 ezer hektáron aratják a gazdák.